Sziasztok! Régóta érlelődik bennem egy töprengés a segítő szakmákból, ról, már ragozni se tudok, megint baromi korán van, és személyes tapasztalatként is szeretném ezt veletek megosztani, illetve nagyon sok olyan ember fordult mostanában hozzám az elmúlt fél évben, ahol kiderült, hogy segítők, vegyesen pszichológusok, pszichiáterek, kócsok, asztrológusok egyrészt olyan vehemensen mondták meg a frankót az illetőnek, hogy neked ezt kell csinálni, muszáj, különben baj lesz, különben tönkremész, különben nagyon megjárod. Ez az egyik, amiről szeretnék beszélni, és a másik pedig a hamis memóriák betáplálásáról. Ez is egy érdekes dolog lesz. És előre elnézést kérek minden valódi segítő szándékú segítőtől. Nem feltételezem mindenkiről azt, hogy rossz szándékú, nyilván. Csak a felelősséget szeretném, hát a felelősségre szeretném felhívni a figyelmet. Miről is van szó? Egyrészt arról van szó, hogy a legtöbb ember, aki valamiért nem érzi jól magát a bőrébe, szinte mindig külső okokat keres. Ez a 20. század és a 21. század emberének a sajátja, elözönlenek bennünket a hamis ígéretek. Nem érzed jól magad? Nem vagy elég szép? Nem szép a hajad? Nem szép a bőröd? Nem baj, szedjed ezt, vegyed be azt, itt van egy pirula, nyomd meg ezt a gombot, vedd meg azt a sampont, és akkor minden tökéletes lesz. Tehát ez az agymosás folyik lassan 40-50 éve. Nekünk ugyanez jutott, az elmúlt 30 akárhány évben a rendszerváltás óta ez gyakorlatilag be is özönlött a nyugati típusú reklám, de 40-50 évvel ezelőtt visszanézel a reklám a tévére, a cipőt a cipőpoltba. Ilyen hülyeségek voltak, mert próbálták ugye leutánozni az eltársak, a nyugatiakat, hogy mit is kell, mi az, hogy reklám, tényleg, hogy kéne reklámozni. Bődületes kretén reklámok születtek, és aztán nagyon viccesek is, tehát nagyon érdekes volt ezt is nézni, és valóban, tehát egész egyszerűen van egy ilyen elvárás bennünk, hogy oldják meg az életünket. És a legtöbb ember, aki egy picit is elgondolkodik a saját helyzetén, az előbb-utóbb rájön, hogy senki nem tudja megoldani az életét, és ha mondjuk azért megy el egy segítőhöz, hogy kapjon egy objektív véleményt önmagáról, tehát ki hogyan látja őt kívülről, és vajon ez az objektív vélemény, ez mennyiben tud neki valóban segíteni, esetleg változtatni dolgokon. Abban a másodpercben ez megéri, ez tök jó. A probléma a nyűszítő lelkekkel van, és tele van velük a világ. Tele van velük az internet, tele van velük a TikTok. Tehát számomra abszolút elképesztő, hogy csinálok egy TikTok videót azzal, hogy ne varjál magadra mindenféle ismeretlen cuccot, tehát ugye a tetoválásról beszélek, mert azok a jelképek, azok bizony elkezdenek rajtad működni. És ne vard magadra se a halott édesanyádnak a nevét, szerintem semmi értelme, mert akkor visszahozod őt, ahelyett, hogy elengednéd a fény felé. Úgyhogy erről beszéltem többször is, kétszer-háromszor legalább, és a mai napig, ez kb. Egy hónapja volt, írnak kommentbe, hogy nekem mit tudom én, ez van, vagy nekem az van, nekem a kutyuskámnak a neve van, nekem ez, és akkor az mit jelent? És így állok, és hát arról szólt az egész, hogy ne ragd magadra, ha nem tudod, hogy mi. Gondolkozz el, tehát magadra teszel valamit, és nem tudod, hogy mit fog jelenteni, akkor minek teszed magadra. Tehát, na most, tehát ez a minimális kis logikai lépés, az hiányzik az emberekből. És tehát visszatérve a segítő szakmába, tulajdonképpen azt várják tőled, gondolj bele, segítőként, hogy oldd meg az életét. Te, kívülállóként, mi történik ezáltal? Sokkal magasabbra helyeznek téged. Egyébként persze itt is van hierarchia, ezt mindig elmondom, azoknak különösen, akik próbálják uralni. Tehát van egy-két olyan ügyfelem, akik akárhányszor találkozunk, mindig uralni próbálják az egészet. Ő csak ekkor ér rá, ő neki most azonnal kell valami, de akkor mondja meg neki a frankot, tehát vannak ilyenek, és akkor mindig visszaállítom ezt a hierarchiát, hogy állj, nem tud uralni az egészet, én uralkodom, bocs. Tehát ez rendben van, tehát kell tartani a hierarchiát, mert elszabadul a pokol. De mindig figyelmeztetni kéne az ügyfelet, hogy ez nem azt jelenti, hogy megmondom neked a frankot, és akkor egy csapásra megváltozik az életed. Ugye többször beszéltem már arról, hogy
Változni lehet, alapvető dolgokban nem fogunk változni, ezt higgyétek el. Hiába akarsz te szőke nő lenni, hogyha barna hajjal születtél, akkor legfeljebb festett szőke lesz. Tehát ez ennyire egyszerű. Tehát áll, mű dolgokkal tudunk változni. Persze, álcát tudunk rakni, de a belső magunk az nem fog változni. Ugye magunk, milyen érdekes. Tehát mi magunk nem fog változni, mert belső magunk az marad ugyanaz. Viszont nagyon pici lépésekkel lehet alakítgatni a dolgokat. Tehát le akarsz fogyni? Oké, akkor mondjuk vacsorára egyél fele annyit, mint eddig. Vagy tényleg iktasd ki a finomított cukrokat. Egyszerűen mondd azt, vagy csak vedd azt, hogy kevesebbet, ne egy egész tábla csokit egyél meg, hanem mondd azt, hogy egy sor csokit eszem meg egy hétig. Aztán utána a következő héten már csak két szem csokit. Aztán utána egyet. Aztán elhagyom. Tehát pici lépésekkel lehet a változtatást megcsinálni, és nagyon-nagyon jó eredményeket lehet elérni valóban, akár a mozgást nézed, akár a táplálkozást nézed, akár a rossz szokásokat nézed. Nagyon szépen lehet fejlődni, változni ezáltal, de ne akar rögtön megváltoztatni a dolgokat. Na most, amikor hozzám fordulnak, akkor az ügyfél azt a hamis ígéretet gondolja hát beteljesítetni általunk, hogy eljön hozzánk, mi megmondjuk a frankót, és akkor egy csapásra tökéletes lesz az élete. És ez nagyon fontos lenne, hogy egyrészt a segítők is tudják, másrészt pedig a hozzánk fordulók is tudják, hogy ez nem így működik. Én meg is szoktam mondani, hogy én nem adok tanácsot, én feltárok. Van egy képleted, megnézem, amit látok, elmondom, és ugye nem látok valamit, és te úgy gondolod, hogy az ott van, akkor azt szoktam mondani, hogy oké, legyen, én nem látom. Ettől még ott lehet. És akkor térjünk most vissza a hamis memória gyártásra. És ez tulajdonképpen a legveszélyesebb. Ugyanis ez a fajta segítő szakma, ez mivel ott a hierarchia, és mivel ez a hierarchia, ez hát egyrészt szükséges, hogyha mi tényleg, hogy mondjam, fel akarunk tárni, kutakodunk egy emberben, akkor nyilvánvalóan fölé kell helyezni magunkat, hogy lássuk, hogy mi történik vele. Tehát valóban van egy hierarchia, különben nem tudsz segíteni, nem tudsz feltárni, nem tudsz jó tanácsokat adni. Másrészt viszont ez a hierarchia a fejedbe szállhat. Tehát én számtalanszor láttam azt, hogy iszonyúan jó érzés, hogyha úgy megy el az ügyfél, hogy boldog, hogy úgy érzi, hogy megoldottál valamit, és akkor ebből lesz egy szép nagy ego, egy nagy-nagy önérzet, hogy én jó fej vagyok, én nagyon tudok segíteni, én nagyon mindenkinek tudok jó tanácsot adni. Ez különösen érdekes módon a pszichológusoknál figyelte meg azoknál a segítőknél, ahol nem elég egyszer elmenni, mert hozzánk karmasztrológusokhoz, hogyha jössz egy nagy elemzésre, az azt jelenti, hogy elmondok mindent, és utána ezt a hangfelvételt te 100-szor, 1000-szer meghallgathatod, és mindig azt a részt fogod majd látni, vagy hallani, vagy kiérteni belőle, ami neked éppen akkor szól. Ez számtalanszor bebizonyosodott már. Vannak olyan ügyfeleim, akik 25 évvel ezelőtt jöttek el hozzám, még kazettára vettük föl, a kazettát aztán átmentették, és állítják, hogy még mindig van olyan mondat, ami szerintük nem volt ott. De egyébként rendszeresen megtörténik, ez velem is megtörtént, tehát nekem a mesterem Judy Hall készített többek között szinasztriát is, meg egyáltalán beszélgetéseket is felvettem vele, és ezeken a szalagokon még mindig van olyan mondat, hogy jé, tényleg, jé, ezt gondolta volna ezzel? Ugye már nem tudom megkérdezni, legalábbis konkrétan nem, mert hát meghalt szegény, más módszerekkel persze igen. Tehát magyarul egy ilyen fajta feltárás az hosszú távra elegendő muníciót ad neked arra, hogy megértsd önmagadat és változzál. És én nagyon sokszor így is dolgozom, hogy gyakorlatilag az embereknek a 90%-áról soha többet nem hallok, vagy lehet, hogy 10 év múlva hallok, de úgy hallok, hogy hát most megint elakadtam, de az elmúlt 10 évben 500-szor meghallgattam, amit mondtál, és hogy tökre segített. Magyarul nekem nem érdekem az, hogy egyrészt hamis illúziót keltsek benne, másrészt hamis dolgokat plántálják belé, egyszerűen feltárok, és aztán reménykedem, hogy kezd vele valamit, tud vele valamit kezdeni. De egy pszichológus az abban érdekelt, hogy járjon hozzá az illető rendszeresen. Lehetőleg, ugye, mit tudom én, hetente. És úgy szép lassan próbálja ugye megváltoztatni a dolgokat. Például egy fóbiának a kezelés az valóban hosszú távú. Tehát egy terápia az teljesen más, mint egy feltárás. Egy terápia igenis igényli azt, hogy az illető hetente egyszer, vagy 2 hetente egyszer elmenjen a terapeutához, és egy további lépést tegyenek. Ez a fóbia oldásoknál nagyon-nagyon remekül követhető.
És itt van a veszély. Ugyanis abban a másodpercben, hogy te vagy a főnök, és a hozzád forduló pedig a kis védtelen, gyámolításra, tanásra szoruló valaki, borzasztóan könnyű megszeretni, azonosulni vele, és akkor például ugye ott van a hölgy, és mesél a férjéről, meg a házasságáról, és akkor kialakul a terapeutában egyfajta ilyen védeni akarás, és akkor mond dolgokat, hogy tényleg ilyen volt a férj, nem is értem, hú, de gonosz, milyen szemét. Lehet, hogy nem így mondja. Tehát abszolút feltételezem, hogy van annyi intelligenciája a segítőnek, hogy ezt így nem mondja ki, de hogy nem tudja magát kivenni abból a folyamatból, hogy azonosul az ügyféllel, a klienssel, és haragszik azokra, akik őt bántják, ez egy teljesen természetes emberi dolog. És itt jön a hamis memória kérdése. Ugyanis azzal, hogy bátorítod, hogy nem azt mondod neki, hogy oké, mi a te szereped ebben? Mi volt a te szereped? Soha nem úgy van, hogy két ember közül az egyik iszonyú gonosz, szemét, aljas, a másik meg tök jó, meg szolgál, meg kedves, meg most ott van valami interakció. Tehát nézzük meg, hogy mi volt az eredeti interakció. Mi az, ami ezt kiváltotta? Mindenkivel ilyen, vagy csak veled ilyen? Ha mindenkivel ilyen, akkor miért egyáltalán miért állsz vele szóba? Akkor ki kell magadat emelni. Ha csak veled ilyen, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi az, ami miatt veletek, vagy köztetek ez alakult ki. És tisztelet a kivételnek megint csak, aki ezt teszi, de a legtöbbször azt látom, hogy nem ezt teszik, hanem így nyomják belé az önsajnálatot is táplálják, meg akarják erősíteni, hogy igen, igazad van, idd el, erősnek kell lenned. És ezáltal tulajdonképpen átírják a kliensnek a memóriáját. És akkor már arra fog emlékezni, hogy egy kis szörnyű gyerekkora volt, már a házasság kezdetén is borzalmasan bánt vele a férje. És akkor hiába jönnek a családtagok, barátok, emberek, és mondják, hogy nem, ez nem így volt, nem ilyeskedj ilyen bánt. Gondolj vissza, hogy tök jó gyerekkorod volt, hát mennyire tök vidám, mindenki szeretett téged, mindenki, mindenhova vittek a szüleid. Nem igaz, a férjed az teljesen jó fej volt a házasság elején. Emlékezz vissza, amikor, mit tudom én, együtt szilvesztereztünk, hogy milyen kedvesek, aranyosak voltatok. Tehát magyarul teremtődik egy hamis memória, amire aztán ráépül a terápia további megerősítő minőségei által egy hamis önkép. És azt megváltoztatni utána baromi nehéz. És ahelyett, hogy tanulnánk a hibáinkból, hogy le tudnánk szűrni a lélek fejlődéshez szükséges szembenézést azzal, hogy oké, én is hibás vagyok, persze, de akkor mit lehetett volna másképp tenni? Akkor hogyan tudok ezen változtatni? Ahelyett lesz egy ilyen megerősítő bizonyosság, hogy én tök jó fej vagyok, a párom, az anyám, az apám, a gyerekem az viszont egy szemétláda. És ha ez történik, az baromi nagy kár. És nagyon remélem, hogy senki nem sérülődik meg ezen a videón, hanem azok, akik a segítő szakmában vannak, azok ezen elgondolkodnak. Nagyon-nagyon nehéz megállni egyébként. Ha van mérleg érdekeltséged, akkor előnyben részesülsz, mert a mérlegek azoknál ez egy picit úgy működik, hogy vissza tudnak billenni. Sőt, hát főleg a mérlegolnú embereknél van az a jelenség, hogy szinte mindig, hiszen a hold az érzelmeinket felel, szinte mindig annak a pártját fogják, aki nincs jelen. És akkor általában az, aki azt szeretné, hogy a pártját fogjam, az halálosan megsértődik, hogy én mindig a másik mellé állok, pedig egész egyszerűen csak helyre akarom állítani az egyensúlyt, ami szinte lehetetlen, de legalább egy picit kevésbé billegjen. És ezért tudom azt általában megtenni, hogy ugyan sajnálom az illetőt, de nem azonosulok teljes egészében vele. Nyilván jobban kötődöm ő hozzá, mint a nem jelenlévő házastárshoz, gyerekhez, szülőhöz, de akkor is pont a mérleg érdekeltség lehetővé teszi azt, hogy valamennyire objektív maradj. Ha meg nincs mérleg érdekeltséged, akkor is meg lehet tanulni az objektivitást. Szinte biztos vagyok, hogy ezt tanítják is valamilyen úton, módon, és ezt el lehet sajátítani, és ezt kell megőrizni. Tehát ha tudod, tök jó, ha nem tudod, tanuld meg. Ha pedig tudod, és már igazából elfelejtetted, akkor próbáld magad visszabillenteni, és maradj persze önazonos, de ugyanakkor objektív. Ezt elég nehéz megcsinálni, de remélem, hogy sikerül. Remélem, hogy segítettem a segítőknek. Megint csak azt kell kihangsúlyoznom, hogy
nem szerettem volna belétek gyalogolni, nem arról van szó, hogy én most felsőbségesnek gondolom magam, hanem egész egyszerűen úgy alakult, hogy az elmúlt fél évben nagyon sok olyan ügyfél és tanítvány kötött ki nálam, akinél kiderült, hogy elképesztően félrevitte a terápiát a segítő. És azt gondolom, hogy ez azért van, mert a terápiák adónak is szüksége volna időnként terápiára. Rendben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, legyetek jók!